Ja. Van egy csomó papírom, jöttem átiratni az autót. Itt a kicsike. Most volt a meredet vizsgán, az igazából, hát mennyi, egy 20-25 perc alatt elintézték, megkaptam a papírokat, azt mondták, hogy mehetek az okmányirodába, úgyhogy akkor elintézem ezt is, délután meg meló lesz, addig meg majd kitalálom, hogy mi lesz a feladat. Na, ez is megvan, srácok, megvan a forgalmi, a törzskönyv majd postán érkezik. Na, srácok, hazaértem végre, le van tudva minden, megvan az új forgalmi, amint azt mutattam még bent. Hát, elvittem eredet vizsgálni, ja, nem, sorba. Csütörtökön ugye el voltam megvenni az autót, Nagykanizsára, az tőlünk olyan 60 kilométerre van, 57. Aztán pénteken ugye telefonáltam eredetvizsga ügyben, azt ma reggel sikerült elintézni, ami nem is baj, mert akkor így ugye az átírással egy napon volt, nem pedig az, hogy pénteken bemegyek ezért, hétfőn meg azért. Hát, aki már vett autót, az tudja, hogy mi pénzek mennek el utána, miután veszel egy autót. Aki nem, annak meg lehet, hogy akár izé, főleg, hogyha gondolkozik valaki abba, hogy autót vegyen, annak esetleg információ lehet. Ez egy 1.4-es Opel Astra, egy F-es, 2002-es, az utolsó F-es széria. Mivel 1.4-es, ezért az eredet vizsga 17 000 forint volt, utána akkor elmentem az okmányirodába, ott megcsináltattam a forgalmit, a törzskönyv az majd postán érkezik, az új, ami ugye már az én nevemen lesz. 19.800 forint volt a vagyonszerzési illeték, adó. 12.000 forint volt a forgalmi, az új forgalmi és a törzskönyv, tehát 6.000, illetve 26.000 pár száz forintért kellett felelősségbiztosítást kötni rá, azt még pénteken, viszont milyen trógerek voltak. Ugye csütörtökön este olyan 7 óra, igen, este 7 órakor lett megírva a szerződés, illetve arra az időpontra dátumoztuk, hogy akkor vettem át az autót. Pénteken délelőtre elmentem dolgozni, utána hazajöttem, és délután 3 után olyan fél 4-4 óra körül, akkor meg is kötöttük a izét, a felelősségbiztosítást. És már kellett fizetnem 370 forint késedelmi díjat, napi késedelmi díjat, mert hogy addig nem volt biztosítás az autón, és ezért kellett még fizetni 111 forint baleseti adót is, illetve ugye a felelősségbiztosításban a 26.000 pár száz forintból 20.000 forint a felelősségbiztosítás, az a 6.000 valamennyi, az pedig, na várjál, rosszul mondtam, a 20.000 forint az kötelező biztosításnak a díja, a 6.000 pár száz forint az pedig a baleseti adó, amit még rá kellett fizetni. Mondjuk attól függetlenül nem panaszkodok, mert szerintem így, hogy A00-as bónuszba vagyok, mivel ez az első autó, ami a nevemen van, ahhoz képest szerintem azért nem olyan drága az az éves izé, és ugye évről évre, hogyha nem okozok semmiféle balesetet vagy kárt, folyamatosan lépcsőzök fölfelé, majd a bónuszba is, így ezáltal az éves díj is egyre olcsóbb lehet. Mondjuk ezt majd figyelgetnem kell. Ja, úgyhogy most így hirtelen ezek voltak, amik az autóügyben költségek voltak. Aztán máshogy hirtelen nincs. Ja, még a hobbimhoz kellett vásárolgatnom ma. Végre sikerült szereznem ecsettollakat, ugyanis nagyon elkezdett foglalkoztatni a kaligráfia, amit hát ugye sokféleképpen lehet csinálni, de ecsettollakkal talán a legegyszerűbb, nem egyszerű, de egyszerűbb, mint ceruzával, mondjuk azzal is meg lehet csinálni. Csak mondom azért, hogyha most egy ecsettollal meg tudom csinálni azt, hogy tényleg csak körberajzolom a betűt, és a nyomással, azzal, hogy hogyan nyomom rá a lapra, azzal tudom változtatni a vonalvastagságokat, akkor miért ne? Mondjuk nem tudom, hogy milyen minőségű, mert az az igazság, hogy hát meg tudom mutatni, ha
elő tudom szedni, szóval ez mennyi? 2, 4, 6, 10 darabos. Hát jó, elvileg ez az ikó nem egy hú, de rossz izé, de hát ez a 10 darab egy 1000-es volt. Akkor számoljátok ki. Darabja 100 forint. Hát, nem bízok benne, hogy ez valami hú, de minőség lesz, de ahhoz, hogy kitapasztaljam, hogy egyáltalán hogyan működik ez az ecsettól, mert hogy még életemben nem használtam ilyet, arra jó lesz. Aztán, hogyha esetleg úgy látom, hogy megy ez a dolog, akkor majd lehet nézni komolyabbat, mert úgy néztem neten, hogy 3000 forinttól indul darabja a normális ecsettollaknak. Aztán majd meglátjuk. Ugye azért most, hogyha egy logót akarok készíteni, ahhoz elég jól jönne, hogyha tudja az ember ezt a kalligrafikus betűírást, vagy szép írásnak, ugye az éjjel, de tudjátok, amik a kódexekben is voltak, azok a cirádás betűk, de ugye abból lehet kismillióféle fajta verziót csinálni. Ja, aztán kellett ugye akkor rizét venni, vázlatfüzetet, nem kellett, hanem én akartam venni, hogy akkor ne az legyen, hogy most egy, na itt egy nyomtatópapír, meg vettem írólapot azért, hogy ne a vázlatfüzetet izé pazaroljam el, hanem az első pár vonást gyakorolni megteszi az írólap is, megteszi a nyomtatópapír is, és akkor, hogyha már izé van tervezgetés, akkor amúgy is én jobban szeretem ilyen füzet jellegű dolgokba rajzolgatni, meg színezgetni ezeket a dolgokat. Van két kemény támlás füzetem, de az meg ugye vonalas. És hát azért most egy azt lefotózod, utána vektorizálni akarod, akkor azt még vidd be Photoshopba, ott akkor pucolt ki belőle a vonalakat, meg izé, így meg lefotózod, az egyben mehet izébe Illustratorba, maximum azért viszed be Photoshopba, hogy a kontrasztot állítsd egy kicsit, hogy könnyebb legyen vektorizálni. Na mindegy is, nem akarom ezzel húzni az időt, csak gondoltam, hogy bejelentkezek, tudjátok, hogy még élek, hát a bringázása sajnos most így hétvégén elmaradt, mert szombaton azért elég gyatra idő volt, vasárnap viszont ugye anyunak ünnepeltük a szülinapját, illetve felköszöntöttük, ja nem, már szombat este. Na mindegy, de vasárnap is ugye ezek, még akkor így családias hangulatban voltunk, akkor meg azért nem akartunk elmenni, meg hát nem tudom, na mindegy, is lényegtelen. Úgyhogy nem tudom, hogy mikor lesz majd a következő bringázás. Ja, meg még hát még múltkor itt nem is vágtam meg, te jó Isten. Teljesen össze vagyok most már izé zavarodva. Illetve azt se tudom, hol áll a fejem. Na mindegy is. Ezek mennek meg a bárányfelhők. Én majd igyekszek minél hamarabb jelentkezni újra. Addig is legyetek jók és szobatiszták. Trá!